A kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtárban nagy sikerrel működik a Harry Potter Klub, mely minden hónapban más-más tematikával, feladattal várja a gyermekeket. A klub ötletgazdája és vezetője úgy érzi, sikeres évet zártak 2022 végén. Szerintem sikeres volt, legalábbis én nagyon élveztem, gyerekek is mindig voltak, a visszajelzés is az volt, hogy nekik ez bejött, nagyon tetszett nekik. Remélem, hogy tudjuk folytatni továbbra is. Az volt a cél, hogy a mai fiatalokat, tehát az általános iskolás korosztályt behozzuk a könyvtárba, és mivel a Harry Potter sosem volt bent, ezért kitaláltuk, hogy csinálunk egy Harry Potter klubot, és ez úgy bejött, hogy az első rendezvényen 57-en voltak, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. Van, aki jelmezbe jön, Harry Potterként, van, aki simán az iskolából esik be, de most is megkérdeztem a gyerekeket, és azt mondták, hogy élvezték ezt, hogy jöhettek jelmezbe, vagy akár szép ruhába is. A fő tematika ezúttal egy bál volt, a résztvevők pedig extra gyorsasággal alig egy óra alatt megtanulhatták a keringőzés alapjait. Egy Potter válcot, egy szép bécsi keringőt tanítok a gyerekeknek, reméljük, hogy élvezni fogják és élvezik ezt a kellemes kis délutánt. Milyen dolgozni olyan gyerekekkel, akik korábban még nem táncoltak, vagy akikkel nem dolgoztál együtt? Egy fantasztikus kihívás. Nagyon szeretem. Tehát én azt gondolom, hogy ővelük lehet igazán nagyon nagy sikert elérni. Akik már korábban táncoltak, lehet, hogy nem is élveznék ennyire. Három alaplépéssel dolgozunk. Ezt a három alaplépést egy ilyen kis stilizált formában pillanatok alatt megtanulják a gyerekek, és gyorsan rá is lehet építeni a zenére. A gyerekek nagyon fogékonyak voltak a tánctanulásra, mint mondják, azért szeretnek ide járni, mert minden alkalommal valami új varázslat vár rájuk. Imádom a Harry Pottert, és az osztálytársaimmal jövök ide. Nagyon szeretek ide járni, és még tegnap, vagy még múlt héten valamikor elsőnek kezdtem, ez már második, hogy itt vagyok. Táncoltunk. Nagyon tetszik ez a keringő. Már láttam a negyedik részét amúgy is a Harry Potternek, és láttam a keringőt, még a zenét is hallottam. Nagyon jó volt ez a tánc, és a keringőt már ismertem, mert a Danival, a tesómmal már csináltunk ilyet otthon. Nagyon jó volt, mert az osztálytársammal táncoltam. Milyen érzés egy ilyen Harry Potter jelmezt felhúzni? Hát jó, szerintem. Ki a kedvenc Harry Potter karaktered? Hermione. Neked? Nekem Ron és Lupin. Előre! Hátra! Előre! Hátra! Látva a gyerekek örömteli arcát, a szervezők minden egyes alkalommal kellő visszaigazolást kapnak arról, hogy érdemes folytatni a kezdeményezést. Nagyon kevés idő jut a hétköznapokban arra, hogy beszélgessenek, vagy egyáltalán megbeszéljük, hogy mi történt velük egész nap az iskolában, és ez a klub egy kicsit lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljék az egész napos történeteket, és megbeszéljék a Harry Pottert. És ez nagyon, nagyon fontos a gyerekeknek.